Felújították a nagysárosi vár legidősebb donjon, azaz utolsó menedék elnevezésű bástyáját. A Felvidék legnagyobb középkori erődítményei közé tartozó, Eperjestől északra található vár már évszázadok óta rom. Az állami támogatásból megvalósult felújításnak köszönhetően a lovaktornyot 15 méter magasra emelték, falait konzerválták, belterében kiállító termet rendeztek be. Tetejéről kedvező időjárás esetén 10 környező erődítmény látható. Ez egy nagyon fontos része a várnak, mert a legidősebb és a legértékesebb gótikus építmény, és ezért csak szigorú előírások mellett tudtunk tenni a megóvása érdekében. Ez egy életveszélyes rom volt. A 2 éves építkezésnek köszönhetően egy felújított kilátót hoztunk létre a donjon tetején. 3 helységet alakítottunk ki benne, ahol a régészeti feltárások eredményeit mutatjuk be, és a bástya történelmét. Az értéke felbecsülhető, mivel kulturális műemlékről van szó, de a felújítások összköltsége mintegy 500 ezer euróra tehető, mondja a vár karbantartásáért felelős vezető. A 4,5 hektáron elterülő középkori várat 1217-ben említik először a források, de már előtte is állhatott, hiszen II. Vak Béla király egyik lányát a várkápolnában temettette el. Állag megóvását 8 éve állami támogatásból és pályázati pénzekből végzik a helyi munkanélküliek. Szezonálisan mintegy 40 közhasznú munkást foglalkoztat a város. Így próbálják a tulajdonukban lévő várat fokozatosan felújítani és egyre látogatottabbá tenni. A nagysárosi vár megmentése a Szlovák Kulturális Minisztérium pilóta programja volt, amiben a munkaügyi hivatal is bekapcsolódott a munkanélküliség csökkentése céljából. Évente mintegy 250 000 eurót kapunk arra, hogy az értékmentő munkát folytathassuk, ami évről évre kitűnően halad. A város számára ez elsősorban egy hatalmas büszkeség, de felelősség is. Igyekszünk nem csak a lakosoknak, de az ideérkező turistáknak is minőségi szolgáltatást nyújtani, mondja a polgármester. Az egész éven látogatható, tájból kiemelkedő, kialudt vulkáni hegyen álló várhoz 3 kilométeres turistaút vezet. A nagysárosi várat információink szerint évente mintegy 20 000 látogatják különböző országokból. Sokan jönnek a környékről, de egyre több a lengyel, magyar és cseh turista is, mondja az igazgatónő. A kerületi műemlékvédelmi hivatal gondozása alá tartozó vár Eperjes megye leglátogatottabb turista attrakciói közé tartozik. A 2018-as értékelés alapján a 2. helyen végzett, csak a magastátrai jégkatedrális előzte meg. A barátaimmal jöttünk, egy kicsit turisztikázunk, szép a kilátás, feltöltődünk és közel is van, ezért választottuk ezt a várat, mondja ez a turista. Fascinál minket a vár történelme, a lélegzetel állító kilátás, és nem utolsó sorban a kondíciónk miatt járunk fel ide, hetente 2-szer, mondja ez a látogató. Idén a felső vár várfalának felfalazása és a 6. bástya felújítása a legfontosabb. A tervek között szerepel egy új vendéglátóhellyel és galériával ellátott multifunkciós épület, valamint egy nagy parkoló kialakítása is. A nagysáros városa által is támogatott vármentő tevékenység még évtizedekig eltarthat.